Nyugállományú katonákkal és honvédségi nyugdíjasokkal találkozott Benkő Tibor honvédelmi miniszter június 11-én pénteken a Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központ színház termében. A tárcavezető előadásában leszögezte, a nyugállományúak részei a Magyar Honvédség múltjának építik annak jelenét és hatást gyakorolnak a katonai szervezet jövőjére is. Éppen ezért nagyobb törődést és támogatást érdemelnek. Igenis, a nyugállományú katonákra sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani. A nyugálományú katonáknak köszönhetjük, ahogy az elején is mondtam, hogy tudunk építkezni. Én mindig azt mondtam, hogy én úgy tekintek a nyugálományú katonákra, akik elődeim voltak, hogy ők voltak az én tanítómestereim. Tőlük tanultam meg mindent. Jót és rosszat egyaránt. A rosszból is lehet tanulni, a jóra meg lehet építkezni. És tessék ezzel ilyen, tessék megbecsülni. A tárcavezető ismertette napjaink biztonsági környezetének alakulását a honvédelmi és haderőfejlesztési program eddigi eredményeit, kitérve a haditechnikai beszerzésekre, a humánpolitikai intézkedésekre, valamint a hazai hadipar megteremtésének szükségességére. Ami technikai eszközt veszünk, legyen ez légierő vagy szárazföldi eszköz, az mind a világ korszerű színvonalához tartozó eszközök. Vagy a legkorszerűbb, vagy a legkorszerűbb eszközök közé tartozik. Rendkívül fontos, hogy a hazai hadipar biztosítsa mind azt, amire nekünk szükségünk van. Olyan hadipart kívánunk létrehozni, ahol szoktuk mondani, hogy a katona a talpától a feje búbiáig magyar legyen. Tehát még a legutolsó gombja is magyar legyen, mert azt magyar emberek fogják előállítani. Az magyar üzemben és gyárban fog készülni. Nem elherdálni akarjuk az ország pénzét, az állampolgárok pénzét, hanem Magyarország javára. Egyrészt azért, mert békét, biztonságot, garanciát tudunk nekik teremteni, meg foglalkoztatást biztosítani. Benkő Tibor kiemelte a hazafias és honvédelmi nevelés, valamint a társadalom megnyerésének fontosságát is. A társadalmi kapcsolatok erősítésén túl rendkívül fontos az a hazafias honvédelmi nevelés, amelyel a fiatalokat meg tudjuk tanítani arra, hogy mit jelent a haza, a haza iránti elkötelezettség, a hűség, a lojalitás, az áldozatvállalás, és lehetne sorolni. Benkő Tibor előadásának zárásaként elmondta, a cél az 1000 milliárdos költségvetési támogatás elérése, ami jövőre megvalósulhat.